11. alkalommal rendezte meg utánpótlás tornáját a Nyíregyházi Kosárlabda Klub, ezen belül 4. alkalommal volt nemzetközi az esemény. A házigazda NKK Ötvös mellett 5 hazai akadémia képviselői, valamint Szlovákiából és Szerbiából érkező U16-os együttesek léptek pályára a Vecsik és a Nyíregyházi Egyetem tornacsarnokában. A végső győztes belgrádi csapat kiemelkedett a mezőnyből, de a tornán több színvonalas mérkőzést is láthattak az érdeklődők. Minden idők egyik legszínvonalasabb tornáját sikerült megrendeznünk. Rendkívül erős mezőny fogadta el a meghívásunkat. Mondhatom azt, hogy a kelet-magyarországi, illetve a budapesti honvéddal kiegészülve 5 kosárlabda akadémia csapata képviseltette magát. A Svitiek is most egy rendkívül erős csapattal érkeztek, és a tornát megnyerő belgrádi csapat is azt mondom, hogy olyan játékerőt képviselt, akár a magyar bajnokságot is megnyerték volna, illetve a legszorosabb mérkőzésüket a Debrecen Akadémia ellen játszották, azt is megnyerték közel 25-30 ponttal. A rendező NKK Ötvös a Szolnoktól és a Honvédtól nagy különbségű vereséget szenvedett, a helyosztón pedig 61-57-re kaptak ki a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémiától Ferenczi Tamás tanítványai, akik így a 8. helyen végeztek a tornán. Azért hívtunk ilyen erős ellenfeleket, hogy saját játékosaink a saját bőrükön érezzék, hogy mi az az elit szint, ahova esetleg el lehet jutni. Ugye a tavalyi év tavaszi lebonyolításában a regionális bajnokságban játszottunk, 12-ből 12 mérkőzést nyertünk meg, és én meg akartam, illetve az egyesületünk vezetőjét meg akartuk a játékosoknak mutatni, hogy hova lehet fejlődni, vagy hova kellene nekünk eljutni. Az első 2 mérkőzésen azt mondom, hogy nagyon rosszul érték meg ezt a srácok, sokkal agresszívabb, sokkal keményebb, fizikálisan képzettebb ellenfelekkel találkoztak. Voltak periódusok, amikor nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, volt olyan periódus, amikor kevésbé. A harmadik mérkőzést, amit a Nyíregyházi Akadémia ellen játszottunk, az már úgy értékelem, hogy a számunkra egy rendkívül hasznos és nagyon jó mérkőzés volt. Az NKK Ötvös U16-os csapata már a hétvégén elkezdi bajnoki szereplését. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a korosztályban induló 108 csapat közül a 32-es főtáblára sorolta Ferenczi Tamás együttesét. A nyíregyháziak a Vecsik csarnokában szombaton 11 órától a Kaposvári Sportiskola, 17 órától az atomerőműese, vasárnap 11-15-től pedig a Kecskeméti Akadémia B csapata ellen lépnek pályára.